Sziasztok! Itt vagyunk a B-ball kristály 2023 nevű gyakorlaton, ahol a Sodró László 102-es vegyi harcezred hajt végre mentesítést. Pontosan mi a mai gyakorlat célja és feladata? A B-ball kristály 2023 gyakorlatnak a célja a Magyar Honvédség készenléti egységének, alegységeinek felajánlott AB védelmi szakállomány felkészítése. A feladata a területen átvonuló bajáti erőnek a mentesítése. Ugye az egész gyakorlat folyamán láthattuk, hogy itt nagyon fontos az összhang és az összeszokottság, de mégis mi jelenti a legnagyobb kihívást a katonák számára? A legnagyobb kihívás a katonák számára az, hogy mindenki különböző szinten van készség és képesség terén. Ezeket kell nekünk összegyúrni, hogy a feladat minél jobban végre legyen hajtva. De ami még ennél fontosabb, hogy amiket mi AB védelmi szakállomány információkat tudunk gyűjteni a területről, azt hogyan jutatjuk el a magasabb előjárónak. Pontosan milyen felkészítés előzte meg a mozzalló gyakorlatot? Először is kezdjük azzal, hogy ez egy szakmai kiképzés, illetve gyakorlat, amiről most szó van. És ebből kifolyólag először, ami megelőzte a gyakorlatot, a szaktechnikai felkészítés, majd későbbiekben a szakharcászati felkészítés, aminél már nagyobb hangsúlyt fektettünk a gyakorlati végrehajtásokra. És itt láthattuk, hogy azért speciális védőruhában vannak a katonák. Ez miért szükséges, és milyen típusokat használtok? Most itt két típus volt látható ezen a gyakorlaton. Volt a 93 mintájú szűrőtípusú védőruha, amivel minden katona el van látva Magyar Honvédség keretein belül, illetve a szürke színű, az pedig a szigetelő típusú védőruha, ez a szakalegységeknél van nálunk rendszeresítve, pontosabban a mentesítő alegységeknél, mégpedig azért, hogy a folyadék, amivel folyamatosan dolgoznak, a mentesítőanyag, illetve a víz, ez ne kerüljön a belső ruházatukra, ezért használják ezt a gumi alapanyagú ruhát.